Csoportosan vonultak fel Szekszárdon az Európai Borlovagrend képviselői, mielőtt új tagokat avattak. A civil közösség most 8 új főt köszöntött a soraiban, és nem először jártak a Tolnai megye székhelyen. Nagy büszkeségünkkel tavaly tudtuk az első avatási ünnepséget Szekszárdon megtartani, most a második lesz. És úgy veszem észre, hogy itt olyan lelkes a szervezés, hogy fantasztikus rendezvény elé nézünk. A mostani avatón a magyar korona mása is jelen volt. Az ékszer élethű replikája csak nagyon ritkán hagyja el a fővárost. A lovagrend Európában 27 országban van jelen, több mint 5500 taggal, közülük közel 300-an magyarok. A kulturált borfogyasztás népszerűsítése mellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek a jótékonykodásra is. Hagyomány az, hogy minden évben december 22-én délelőtt 10 órakor az ország különböző pontjain adunk át támogatásokat a helyi legációk által kiválasztott területeknek, vagy iskoláknak, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy netán idősek otthonának. A mostani avatón helyi kulturális csoportok is felléptek, például a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar is.